Tavaszi tulipánok. Nappaliban a fényes tapéta páriaként, tükrözve a szoba természetes téli világítását. A főhálószobában a falak színe az, amit én csak úgy hívok, édes álomkék, ami történetesen a mi ügyfelünk kedvenc színe. Fehér szín használata és az eltérő textúráké. A fehér szín használata és az eltérő textúráké, keverve a puhát, simát, érdeset, egy dinamikus palettát hozzunk létre. Ha az összeállításokat keverjük a házban, remélem, az egyik az enyém. Szia! Jó reggelt! Itt van. Ilyenkor? És írtómú furc. Oh. Kész van a prezentációd? Oh. Ennél jobb már sose lehet. Jó leszel, Rose. Mi Caroline Sebastianről beszélünk. A jó neki soha nem lesz elég. Akkor klassz leszel. Köszönöm. A házon belül a kevert összeállítás más formát és szintet jelent, fokozva az új dizájn vizuális hatását. És a nappaliban meleg ébenszint használunk a fényes tapéta párjaként, tükrözve a szoba természetes déli megvilágítását. A vendégszobában inkább mintákat vegyítünk, mint kollekciókat. Fogunk egy központi virágos anyagot, amit más virágokkal keverünk össze, más méretekben, de ugyanabban a színcsaládban. Legvégül az új dizájn meleg jelleget nyújt majd a Tannenhill házban, színekben, textúrában és dimenzióban. Köszönöm. Van kérdésetek? Köszönjük, Róz, ez igen informatív volt. Informatív? Az meg mi a frászkarikát jelent? Azt, hogy kedvelte. Nem jött be neki. Nem utálta. Ez feldobja az önbizalmamat. Ugyan már, Rose, már 3 éve dolgozol együtt Caroline-nal, amióta végeztél a lakberendezőin. Tudod, hogy a pókerarca egy krupiét is sírba vinne. Jó, de ez más tészta. A Tannenhill ház az a legnagyobb projekt, amin valaha dolgoztam, mármint ez lenne az én Mona Lisám, az én Milói Vénuszom, az én Abbey Roadom. Abbey Road? Éppen az a lényeg, hogy talán ez lehetne az én nagy áttörésem. Csak várjunk és kiderül, oké? Mit jelentsen ez? Mi? Semmit. Nem Robbal beszélek, aki a pasim, hanem Robbal, aki a kollégám, aki komolyan veszi a karrieremet. Mondd ki! Jól van, nézd. Csak egyetlen javaslatot tennék, azt, hogy egy kicsit vegyél vissza a virág özömből. Tessék? És ne pattogj. Bocsi. Jó, nézd, nekem nincs kifogásom, és tudom, hogy oda vagy a virágokért, hisz ott a család Lilium farmja. Tulipán, Tulipán farm. A Lilium teljesen más talajkeveréket kíván, és a hideg washingtoni éjjeleken, és... Legközelebb próbáld meg úgy, hogy nem lovagolsz a virágokon. Tényleg? De a többi nem vicc. Caroline készrejté. Ki kell várni. Gondoltam, megmutatom a napfényt, amit a prezentációban használtál.
Még soha nem jöttél ide? Nem. A prezentációban úgy tűnt, mintha úgy ismernéd a ház minden zugát, mint a tenyeredet. Sokat tanulmányoztam a képeket, és meglódult a fantáziám. És mit gondolsz most, hogy ide jöttél? Hogy ez... szép. Szép? Rose, ha valóban lakberendező akarsz lenni, sokkal kifejezőbb szavakat kell használnod, mint a szép. Nos, a természetes fény miatt érezzük ezt a lenyűgöző, meleg jelleget. De az üresség miatt az egész helyiség, nos, sekély. Nincs semmi célja. Tökéletlen. Tannenhillék akkor vették a házat, mielőtt Párizsba költöztek, és a hónap vége előtt jönnek vissza, és a háznak készen kell lennie, mire ők megérkeznek. Készen? Azonnal kezdesz. Nézd körül, szívd magadba, emészd meg, és gyere az irodámba. Várj, Caroline, valóban tényleg én csinálom a ház lakberendezését? Ha csak nem érzed túl nagy falatnak. Nem, már nem úgy értem, de hogyha totálisan készen állok. Akkor gyere be az irodámba reggel, hozd be az új ötleteidet, és akkor véglegesítem a döntéseim. De én... és a prezentációm? Rose, rendkívül élénk a képzeleted. Ezért adom neked ezt a lehetőséget. Köszönöm. De Tannenhillék, a legrégebbi, legfontosabb ügyfeleim és a legjobb barátaim. Nem hihetted komolyan, hogy hagyom, hogy egyedül hozd meg az összes döntést. Dehogy. Ó, és Rose, van még valami. Számomra szörnyen fontos, személy szerint, hogy Tannenhillék elégedettek legyenek az eredménnyel. Ha jól csinálod, nagyon fényes jövő vár rád ennél a cégnél. De ha elbaltázod... Világos? Hogyne. Egyértelmű. Most is tolod? Reggel le kell adnom a tervet Caroline-nak, és ha Tannenhillék nem rajonganak, a következő munkám egy kutyaház lesz egy morcos foxinak. Akkor ma ugrik a vacsora. Ó, ne haragudj, teljesen elfelejtettem. Majd máskorra halasztjuk. Akarod, hogy maradjak és segítsek? Elterelnéd a figyelmem. Általában szívesen terelném el, de ez esetben jobb, ha hagylak dolgozni. Felhívjalak? Elvárom. Anya? Szia, kicsim, mi van veled? Jól vagyok. Bocs, hogy nem hívtalak vissza, de totál kimerültem. Még a munkahelyen vagy? Igen, de az jó. Igazából egy nagy projekten dolgozom. Ez nagy lépést jelent nekem. Jól van. Nos, akkor nem is zavarlak. De minden rendben? Persze. Tudod, hogy megy ez itt ebben az évszakban? Várjuk, hogy a tulipánok nyíljanak. Jönnek a megrendelők. Sok a teendő. De most rábeszéltem apádat, hogy vegyen fel egy új operációs menedzsert. Ó, nos, ez jó. Akkor nem ő végzi el az összes munkát. Nos, akkor sem ő végez el mindent, ha te itt vagy. Anya. Jól van. Ha ti túl makacsok vagytok, hogy beszéljetek egymással. Anya, itt nincs miről beszélni. Több rengjen rajta, hogy pár napra lejöhetnél. Te, meg apád, meg ezek a tulipánok. Közös munka, mint hajdan. Vagy a civakodás, mint hajdan. Bocsi, anya. Reflex. Nézd, még ha haza is akarnék menni, nem tudnék. Ezt megértem. Hát, csak egy felvetés volt. Ne dolgozz sokáig. Szeretlek. Én is téged, szívem. Ez a festmény oda kerül, közvetlenül a zongora fölé, és amikor ezek jönnek, feltesszük mind ide és ide. Oké, nagyon köszönöm. Ó, pompás, az ebédlő asztalra megy. És ha azt oda tennék le az asztal mellé, az nagyszerű lenne. Jól van, jó, ne, vigyázzon, vigyázzon. Oké, hú, most tettük fel. És hétfőre itt kell lennie a redőnynek, érti? A tapétás emberem kedden érkezik, és nem tud kezdeni, míg a redőny nem kerül fel. Oké, megvagyunk. Na jó, nézze.
Megkérhetem, hogy a hálóban kezdjen, de a redőnynek legkésőbb kedreggelre itt kell lennie. Hív fel apád miatt. Jól van. Úgy lesz. Köszönöm. Hello. A tetőn dolgozott és leesett. Eltört a lábát. Tessék! De jól van? Nos, jól lesz. Hála az égnek. De gipszben kell lennie legalább néhány héten át. Szerencse, hogy vele volt az ügynöke. Mióta alkalmaztok ti ügynököt? Mióta nem bírunk mindent elvégezni egymagunkban. De apa mindig azt mondta, hogy az ügynöknek az a dolga, hogy becsapjon. Bocsánat. Ez nem tartozik ide. Apa most hol van? Bent van a kórházban. De az orvos szerint holnap kijöhet. Begipszelt lábbal tulipánvirágzáskor. Majd megoldjuk, Rose. Hogyan? Apa nem munkaképes. Te gondozod őt és közben a kertet. Nem is szólva a tulipánok leszedéséről. Te csak a munkádra koncentrálj. Anya! Figyelj, be kell mennem a kórházba. Majd felhívlak. Szeretlek. Én is téged. Két hétre? Két hétre? Nem bírják, Caroline. A tulipánokat várják a viszonteladók. Mi van Tannenhillékkel? A ház már igazán szemre való, és a többi munkát elvégzem a számítógépről, e-mailek, telefonok, stb. De te nem leszel jelen. Így igaz, de megkérem Robot, hogy ügyeljen, hogy minden simán menjen, és skypolunk, mindent megvitatunk, ez totál megoldható, gond nélkül kézben tudom tartani. És ha a vészhelyzet adódik, felpattansz az első repülőgépre. A Caroline Design mindig a legelső. Kétségtelen, hogy az. Köszönöm. Anya! Apa! Szóval te vagy, Rose. Mit kerestél te odafent? A nyakad törhetted volna. Kutya bajom se volt, amíg fel nem bukkantál az ablakban. Nem gondoltam, hogy egy idegen találok a szüleim háztetőjén. A szüleiddel dolgozom. Tom, Novak. Nagyon örülök. Rose, Newell. Tudom. A szüleid alig várták, hogy hazagyere. Nyilván nem ugyanolyan svunggal. Hol vannak? Úton vannak a kórházból. Ó, és bocs, de pontosan miért voltál a tetőn? Amikor apád leesett, letört az eresz egy része. Azt tettem vissza. Ó, akkor én megnézem a tulipánokat. Elvihetlek. Tudok járni. Nem ebben a cipőben. Mikor voltál itt utoljára? Amikor végeztem a suliban. 3 éve. Hosszú idő. És hosszú történet. Az micsoda? Rég nem jártál itt. Azokat hívják úgy, hogy melegházak. Tudom, hogy mik azok a melegházak. De mit keresnek itt? Frank húzta fel tavaly. Nem mondta? Apám és én nem sokat beszélünk, mióta elköltöztem Los Angelesbe. Talán említette.
Beszélsz velük rólam? Nem, csak úgy beszélünk általában. Az életük része vagy, szóval a társalgás része leszel. Ó, oh, az egyetlen ember, akiről anyám beszélt, az a tenyérbe mászó Simlis ügynök. Simlis? Nos, ezt én mondom, nem ő, de ugyanaz ügynök alapvetően házaló, és a házalók mind... Simlisek. Pontosan. Miért nincs itt senki? Csak holnap kezdenek. Holnap? De a tulipánok már kinyíltak szinte, kiugrálnak a talajból. Ez a te felelősséged. Micsoda? Operációs menedzserként ezt neked kéne elintézned. Ó, nézd, ott vannak! Hé, egy dolgot nem ártana tisztázni. Hello! Szentséges ég! Jól nézelek meg! Szívem, de jól nézelek! Szia, Tom! Szia, Sarah! Bocs, hogy nem voltunk itt, a vártnál lassabban végeztünk. Apa, hogy van? Kérdezd meg tőle magad. A tékozló Newell visszatért. Szia, apa! Hogy van? Jól vagyok. Kár volt idáig eljönned, még van egy éplábam. Gondoltam, segíthetek. Nincs dolgod Los Angelesben? Légy kedves! És igaza van, Frank, itt szükség van segítségre. Majd megoldom valahogy. Elég csúnya esés volt. És rosszabb lett volna, ha Tom nincs jelen. Örülök, hogy segítettem. Várj, azt mondtad, az ügynök volt itt, mikor leesett. Tom az ügynök. De te hívhatsz Mr. Simlisnek. A kocsik reggel 6-ra érkeznek. Akkor itt. Ezt nem értem. Kiskoromban azt hajtogattad, ügynök soha, azok gazemberek, akik be fognak csapni. Nem volt könnyű döntés. Volt egy csomó tényező, amiket apáddal meg kell... Ami a fő, hogy Tomás itt él, egy csomó helyi farmon dolgozott, és virágok közt nőtt fel, ahogy te. De én nem abból szerzek hasznot, hogy felhajtom az árát. De Los Angelesbe futottál, sorsára hagyva a család farmját. Én nem futottam el Los Angelesbe. Mondtam neked. Saját karriert akartam. De neked nem kell új karrier, nincs egy teremtett lélek, aki úgy ért a termesztéshez, mint te. Jobb vagy nálam, bárkinél. És ez már nem karrier, ez adomány. Frank. Jól vagyok. Rossz szívem. Örülök, hogy itthon vagy. És ő is örül. Boldog vagyok és elégedett, hogy itt lehetek a családi farmon ebben a válságos, túl drámai, ezen a pompás, pompás, nem, ez túl kaliforniai, ezen a nagyszerű, ez itt a legnagyszerűbb időszak a szezonban. Boldog vagyok és elégedett, hogy visszatérhettem. Boldog vagyok. Izgalommal tölt el, hogy jelen lehetek. Jó reggelt. Jó reggelt. Biztos én vagyok az egyetlen ismerősöd, aki nem iszik kávét. De ez te a tejjel, édeske nélkül. Anyád mondta. Köszi. Na? Köszönöm. Frank hol van? Ma reggel nem is láttam. Anya azon van, hogy ne álljon lábra. Helyes. Ijesztő zuhanás volt. Te mindig kéznél vagy, nem, de... Tessék? Ott voltál, hogy segíts apám esésekor, hogy megcsináld az ereszt, a teámat. Talán nem ízlik? Kár kedveskedni, komolyan, ez nálam sose válik be. Innen származom, de voltam cirkuszban, láttam elefántokat. Ez egy metafora, nem? Azt jelenti, hogy én intézkedem a szüleim helyett. Én csinálom a papírmunkát, és ha egy szemernyivel is eltérnek a számaink, többé nem vagy az ügynökük. Jó tudni.
Amúgy jó a csukád. Ja. Így haladjunk tovább. Rose, ő itt, Billy Chambers. Ő az új operációs menedzser. Hello. Hello, Billy, nagyon örülök. Köszönöm, hogy összegyűjtötte az embereket és kocsikat bérelt. Semmi gond, ez a munkám. Üdv mindenkinek. Nem ma kezdtük a szakmát. Mindenki tudja, hogy hosszú nap áll előttünk. Szóval talán... Bocsitom. Igen? Tudnánk beszélni? Persze. Mit művesz? Csak felkészítem őket. Te virágot adsz el. Igazából nem nekünk dolgozol, és mivel én vagyok a főnök, rám hárul a buzdító beszéd. Látod? Vannak itt táblázatok. De mennyire? Persze. Nem bánod? Dehogyis. Vigyázz. Hello! Nagyon boldog és elégedett vagyok, hogy itt lehetek. Néhányan tudják, hogy az első tulipánok Hollandiából érkeztek a 19. században, de 1920-ra a helyi tulipánkertészek több száz hektárnyi virágot ültettek, és lett aztán az alapja annak, amit mi... Mi itt... Elnézést, emberek! Be kellett volna mutatnom a hölgyet. Ő itt Rose Newell. Aki Frank és Sarah lánya, és tudatni fogja, hogy alakul a mai nap, szóval érdemes ráfigyelni. Köszönöm, Tom. Uh-huh. Én vagyok Rose, és elhoztam pár táblázatot. Szóval mi lenne, ha ezeket most kiosztanánk? És ha jól megnézik, láthatják, hogy ez a nap hogyan zajlik le. Jusson tessék. Mindenkinek. Izgatottan várom, ami ma történik. Hol az ebéd? Az ebéd nincs rajta. És a szünetek? Nincsenek szünetek? Hogy ne lennének a... Az ebéd délben van, és ha kell, legyen szünet. Amíg te lébecolsz, Donald. Jobb lenne, ha inkább átvennéd. Biztos? Jól van. Nos, köszönjük, Rose. Ahogy mondtam, hosszú nap lesz ez. Tudják, hogy megy. Newell Farm. Ez annyira káprázatos. Akárcsak te. Frank? Van itt egy kis... Hát ez... Lejött? Le. Kösz. Na, hogy bírod? Ma klasszul, jól. Igen. Figyelj csak, meg akartam köszönni. Még sose ment a dolog ilyen zökkenőmentesen. Nos, az nem az én érdemem. Hisz láttad, a beszédem totál besült. Nem, a beszédet csak... Igen. Igen, tényleg rossz volt. De én nem a beszédre céloztam. Arra értettem, ahogy beszálltál. A te helyzetedben sokan nem piszkolnák be a kezüket, de te, amint elkezdted, jársz, mint a motolla. Hajd! Ezek az emberek látják, és értékelik. Mindig ez volt a kedvenc évszakom. A virágok átültetése, még az eladásuk előtt. Ilyenkor mindig úgy érzem, hogy minden év során, az egész világon, az emberek örömet lelnek, ami gyönyörű. Virágainkban. Tényleg van hozzá tehetséged. Mi a frászt csinál? Apa, nem kéne pihenned? Én mondtam. Nem vagyok teljesen béna, még elboldogulok. Na, mi a helyzet? Terv szerint haladunk, ebéd után folytatjuk. Ne ezzel törődj, van valami más. Apa, most miről beszélsz? Frank, nem mondtad? Nem hittem, hogy érdekli. Micsoda? A Newell Farm részt vesz a helyi tulipánfesztiválon. Úgy tudtam, hogy minden évben beneveztek. Tom pár szálat megmozgatott, és a mi kis fesztiválunk idén országos versenyi avanzsál. Kiválasztják az ország 10 legjobb tulipánját. Apa, ez óriási!
A legjobb részét nem mondta. Minden évben választanak egy virágot, és a győztes részt vesz az Amerika Szépe kampányban. Csúcs! Amin nagy a felhajtás. Az egész országban elterjed a Newell Farm neve, és egy kicsit beindulnak a dolgok. És a te apád létrehozott egy vadonatúj, hibrid tulipánt erre az alkalomra. Akkor azért van a melegház, hogy külön tartsd az új hibridet. Nem termesztettél új fajtát, mióta én el? Egy ideje. Megnézhetem? Később is lesz rá időd, még egy csomó tulipánt kell behoznotok. Ő meg... Violet Mason. Hello, Frank. Violet. Úgy tűnik, a Mason Farm is jól prosperál. Én hoztam neked ebédet. Ó, sajnos már ettem. De ez igazi étel, nem szendvics. Szia, Violet. Ó, Jézus Mária, Rose. Ismeritek egymást? Igen. Együtt jártunk középiskolába. Nem találkoztunk, amióta elment a bentlakásosba. Te meg elhúztál Los Angelesbe. Úgy fest, végül visszahúz a szívünk. Á, igazából nem maradok soká. Ó, én igen. Tom, el tudnál kísérni? Ó, engem vár a munka. Csak egy perc az egész. Ó, mindjárt jövök. Szia! Apa! Anya! Mi történik ide bent? Mi ez a nagy... rejtély? Mi történt? Sejtelmem sincs. Mit szólsz az ajánlatomhoz? Azokat, amiket külön tettem. Nem fontoltam meg. Ha nálam dolgoznál, nem kéne itt gürizned. Szeretem ezt csinálni. Tom, te csak közvetítő vagy egy kiszámíthatatlan üzletágban. Egy gyatra szezon, egy hibás döntés, és másnap ugrik az állásod. Nem szeretném, ha így történne. Csak ígérd meg, hogy megfontolod. Megígérem. Én ezt nem értem. Sokkal előbb kéne tartaniuk, mint ahol tartanak. Megnéztünk minden lehetséges változót. Hőmérséklet, fény, talaj, minden pontosan úgy van, ahogy az kell. De valami mégis félresiklott. Még itt vagy, kitalálhatod, hogy mi? Mennyi idő múlva kell készen állnia a versenyre? 2 hét. Még van rá esély, hogy pont kivirágzik, nem? Nézd, bármi a probléma, előbb vagy utóbb megoldjátok, és a tulipán ott lesz a jövő évi versenyen. Szívem, az a verseny, amit említettem, az egyszeri alkalom. Jövőre nem lesz. És Tom, sokat tett érte, hogy benevezhessünk. Az ő hírneve is számít. Akkor szóljatok neki! Látnia kell, mi folyik itt. Biztos, hogy Tom megértené. Mit értenék meg? Gond adódott. Talán a melegház miatt. Jól zárnak az eresztékek. Sűrű fésűvel mentünk végig az egész helyen, nem ott van a hiba. Mi van a hőfokkal, a lámpákkal? Billy, figyel, mióta említettem a hibridet. A hőmérséklet mindig állandó, ügyel a megfelelő fényre. Kiváló operációs menedzser. Ha a Newell Farm nem áll ki a versenyre egy új virággal, a bizottság valaki másnak adja a lehetőséget. Bocsánat. Mármint értem, hogy ez klassz dolog lenne, de azért, ha nem jön össze, nem dől össze a világ, nem? Igen. Nem csak az a kérdés, hogy beválasztják-e. Mit nem árultok el? Ez egy családi farm, Rose. Kispályások ahhoz képest, hogy a nagyok több ezer hektáron dolgoznak. Mi mindig kibírtuk, de mostanában sokkal nehezebb lett. Tom előállt ezzel az üzlettel, ami esélyt adhatna. Miért nem mondtátok? Elmentél. Azt mondtad, végeztél a farmon. Végleg. Nézd, még akkor is, ha rájövünk, mi a baj, és helyrehozzuk, akkor sem garantált, hogy ti győztök. És a bukás se jó az üzletnek. Ez nem így van. Abból is jól tudsz kijönni, ha jó az ügynököd. Adnál még 1 hetet, hogy kitaláljam, hogy hozhatom ezt helyre. 1 hetet. Utána szólnom kell a bizottságnak, hogy mi a helyzet. Köszönjük, Tom. Nincs mit. Hogy te találd ki? Úgy értem, a mi családunk, együttesen. Nézd, én viszem az üzleti oldalát, te meg vigyázz a lábadra, és derítsd ki, mi a baj. Szólnod kellett volna.
Mit tettél volna? A világítás nagyjából kész, és a festők majdnem megvannak a vetítőteremmel. Mikor szállítják ide a szőnyegeket? Mit? Bocsáss meg. Jól vagy? Igen. Csak kimerültem. Elszoktam az ilyen munkától. Hogy van a család? Jól. Apám meg én elástuk a csatabárdot, hogy a problémára fókuszáljunk. Mi a gond? Az a gond, hogy nem megy az üzlet. És a virágügynökük benevezte őket egy nagy versenyre, és kiderült, hogy talán nem is indulhatnak el. Virágügynök? Közvetítő a termelő és az elosztó között. De a szüleim nagyon jóban vannak Tommal. Azt hiszem, nem vészes ügynök létére. Úgy tűnik, tényleg törődik a virágokkal. És a szüleimmel. Biztos jó ember. Hadd találjam ki, mi legyen a szőnyeggel, és aztán jelentkezem. Rendben. Oké. Én előbb szóltam volna, gondoltam, de Frank nem engedte. Megértem. És nincs semmi ötleted, hogy mi válthatta ezt ki? Nem, semmi nincs. Jól van. Tovább kell lépnem. Oké. Jó reggelt! Ez mi? Mondtam, hogy én veszem át az üzletet. Viszed a virágokat a viszonteladóknak. Ez is az üzlet része. Szóval, veled megyek. Ha gondolod? Szóval, Los Angeles. Az. Nagyváros? Az. Jó napot! Szevasztok! Oké. Okay. Jól van. Akkor ezt vihetik. Parancsoljon. Kösz. Köszönjük. Hello. Ó, végre! Newell tulipánok! Üdvada! Már napok óta keresik a szépségeit. Az remek. Isten nevére, Róz, hello, Ada. Alig tudom elhinni, hadd nézzelek. Hazatért és csinos, mint mindig. Nem igaztom? Mondd csak meg. Épp úgy csinos, mint mindig. Bobby és George hátul vannak. Segítenek kipakolni, amíg csevegünk. Rendben. Alig várom, hogy körbe vigyelek. Rég jártál itt? Persze, hogy az. Hűha. Épp ilyenre emlékeztem. Emlékszem, amikor eljöttél kislányként. Még apád intézte a szállítást. És mindig tudtál új növényt vagy virágot mutatni. 33 éve vezetem ezt a helyet. Előbb Stennel, most a fiammal és a fiával. Ez a dolgok rendje. A család dolgozzon együtt. Apám egyet értene veled. Frank, hogy van? Gyorsabban gyógyulna, ha nem mászkálna. Tudom, hogy örül, hogy hazajöttél. Már Los Angeles az otthonom. Nos, néha csak akkor lehetsz biztos benne, hol az otthonod, amikor meg kell válnod tőle. Ő biztos imádja az életét. Mert az egy jó élet. Igen. Veled mi van? Szeretsz itt lenni? Igen. Persze. Békés. Az. Szeretem a természetet. Én is. Mégis lakásbelsőket csinálsz. Hát ez az. Nézd, be kell vallanom, hogy nem voltam biztos benne, hogyan alakul ez a nap. Tényleg? És miért nem? Nos, talán nem vetted észre, de az ügynökök nem az első helyen vannak a kedvenc embereim listáján. Ne mondd, tényleg? Mindig azt hittem, hogy zsémbe svén emberek, silány öltönyökben, akik manikűrözik a mancsukat. Uh-huh. Adj időt. Hogy csöppentél bele? Nem messze innen nőttem fel, egy Grady nevű kisvárosban. De
A keleti parton jártam suliba, bizniszből diplomáztam. Jussunk a végére. És elég jól boldogultam. Abban az értelemben, ahogy sok ember nézi. De te nem. Még kiskoromban az apám elvitt kempingezni a hegyek közé, horgászni is. Hogy csak gyönyörködjek. Mindig mondtuk, hogy megismételjük. Tudod, ha el tudok szabadulni. De közben meghalt, amikor New Yorkban voltam, így sosem mentünk el arra az utolsó túrára. Nagyon sajnálom. Azon kaptam magam, hogy azon tűnődöm, milyen könnyen megy, hogy elfelejtsd, mit kell értékelni. Egy nap egy cimborán beszélt a virágüzletről, hogy a pénz és a természet keveréke, és én megvilágosodtam. És most itt vagy. És most itt vagyok. Köszönöm, hogy segíted a szüleimet. Rendes emberek. Igen, azok. És te is az vagy. Ezt fel kéne vennem. Szia, Rob! Apa! Mit csinálsz itt? Most viszem be a reggelidet. A házamban még kiismerem magam. Anyád hol van? Kiosztja a béreket. Az mindig az én dolgom. Nos, ma anya intézi, szóval megnyugodhatsz. Ülj le, kész a reggeli. Hújéva Sancheros. Emlékeztél? Annyira nem volt az régen. Annak tűnt. Tessék enni, kiül a reggelid. Tom! Hello, Violet. Többször is hívtalak. Igen, elég elfoglalt voltam. Én ne tudnám, özönlik a rendelés, alig tudok lépést tartani. Mire célzol, Violet? Az ember hall néha pletykákat. Pletykákat? Miről? Hogy Frank tulipánja kudarc. Ezt ki mondta? Az tök mindegy, nézd, a bizottság valami nagy csodára számít. Méghozzá a te ajánlásod alapján. Mi lesz, ha rájönnek, hogy időpazarlás? Ki mondta, hogy időpazarlás? Tom, gondolj arra, mi lesz a szakmai jó híreddel. Az emberek beszélnek, gyorsan száll a hír. Amikor Frank Newell hasra esik, nem szeretném, ha vele buknál. Nem tudom, Frank. Billy kiment ma reggel. Próbáltad hívni? Az emberek tudják, mi a teendőjük. Csak maradj veszteg. Csak hívd fel újra. Indulunk Rose-zal. Jól van, szívem. Oké, szia. Nem válaszol a hívásra. Azt mondtad, kiváló operációs menedzser. Az is. Jön Ada. Várj, anya, épp... ott áll. Én is egy saját hibrid tulipánon dolgozom. És egész jól haladok. Szóval erről van szó. Nem, itt rólad van szó, Tom. Nem akarom, hogy megártson a jó hírednek, hogy túl sok bizalmat szavazol nekik. Ők voltak az első ügyfeleim. Jók voltak hozzám, szóval nem fogom faképnél hagyni őket. Ennek semmi köze ahhoz, hogy Rose visszatért, ugye? Mire célzol ezzel? Mintha nem látnám, hogy néztek egymásra. Még vannak feladataim, Violet. Csak ne húzd el túl sokáig. Ha elkezdesz süllyedni, talán nem leszek ott, hogy kihúzzalak. Oké. Mi a baj veled? Thank you.
A barátaid mellé teszlek, hogy jobban nőj. Még egy. Egyedül is ment volna. Persze. Nem is azért mosolygok. Hát jó, megjöttünk. Jó ét, Rózi. Jó ét, apa. Ó, fenével lent felejtettem az olvasó szemüvegemet. Mindjárt hozom. Ó, köszi szívem. Oké, gyerünk. Mozgás. Ne nazogass, remekül bicegek. Violet. Tom, bocs, hogy ennyire későn. Tudom, mi a tulipánok baja. Egy fok. Nem ismertem fel a kocsit, szóval bejöttem megnézni, mi folyik itt. Nyitva volt az ajtó, és amint bejöttem, éreztem, hogy túl hideg van. Egy fok, épp hogy a fagypont fölött. Próbáltam feltekerni, de a fűtés nem indult be. Ezt találtam. Azt hittük, hogy tökéletes hőmérsékletük van. 12-18 fok. És napközben, mikor bejöttünk, így volt. Mert napközben visszaállította a szabályozót, hogy ne vegyük észre. A tulipán nagyon érzékeny a hőfok ingadozásra. Szóval, ha a levegő közel fagypontig hűl, az vegyes jeleket küld a virágoknak. Nem tudják, mit tegyenek. És ezért nem virágoznak, mert ha ilyen hideg van, szunnyadniuk kell. Bárki tette, azt akarja, hogy a tulipán ne nyíljon ki. Csak három embernek van kulcsa az ajtóhoz. Nekem, Sarának és Billynek. Miért akarná tönkretenni a mi tulipánunkat? Ha mint meglátom, megkértem tőle. Aztán kirúgom. Tom, be tudod állítani az időzítőt és beindítani a termosztátot? Ha én nem, hozok szerelőt. Legalább végre tudjuk, miért nem kezdtek virágozni. De ez csak fél győzelem. Még el kell érnünk, hogy a verseny időpontja előtt kinyíljanak. Van még rá esélyünk? Apa? Teszünk egy próbát. Caroline. Új helyzet van. Tannenhillék úgy döntöttek, előbb jönnek meg Párizsból. Esik az eső vagy mi, nem tudom, de rögtön... El kellene jönnöd Los Angelesbe. De... Caroline, én elmagyaráztam, hogy... Igen, tudom. De New Yorkba kell mennem, Robnak így is sok dolga van. És hogy elkészüljünk a házzal, egész nap itt kell lenned. Nem tudok. Sajnálom, elég rossz itt a vétel. Azt hittem, azt mondod, hogy indulsz a reptérre. Itt épp válság van. Az egész családi üzlet lett a tét. De van köztünk egy egyesség, hogy a Caroline Design a legfontosabb. Az is, kétségtelen. Innen is kézben tartom a dolgokat. Csak még néhány napot kérek, és belülök az első gépre. Hány napot? Négyet. Hármat. És ha egy percet késel, várótermeket tervezel a gépjármű nyilvántartónak. Felfogtam. Szia.
Van egy ötletem, hogy lehet elősegíteni, hogy kinyíljanak. De kockázatos. Hogy érted? Tudjuk, hogy mennyi mindent kibírnak. Hideget, meleget, nedvességet és a szárazságot. Ez az oka, hogy eddig fennmaradtak. El kell érnünk, hogy elkezdjenek nőni, de ne sokkoljuk a szisztémát. Ha ezt megoldjuk, épp időben ki fognak nyílni. Ha nem, mindet elveszítjük. Mi az ötlet? Erős fénnyel bombázzuk őket. Feltekerjük a hőfokot 21-22 fokra, hogy beinduljanak. Ugyanakkor fóliát feszítünk ki a tető fölé, hogy napot kapjanak, de meg ne süljenek. Visszaveszünk a vízből, de kipótoljuk egy csomó növekedési hormonnal. Aztán... imádkozunk. Jól van. Most az ügynök beszél belőlem. Van rá esély, hogy sikerüljön? Jobb, mint ha nem csinálnánk semmit. Ha még nem késő. És a tulipánok elég erősek. És mellénk áll a szerencse. Sikerülhet. Tudom, hogy ez a te döntésed, Tom. Mert a te hírneved forog kockán. Szóval, ha inkább egy másik helyszínt szeretnél, a verseny számára semmiképp sem lójuk fel neked. Van rá szansz? Van rá szansz. Akkor jobb, ha munkához látunk. Huszonegy fok. Na jó, egy kis pihenő. Igen. Igen. És sem facsart citromból. Pazar. Emlékeztem. Jók vagyunk, Donald? Persze. Tegyük bele. A csomag tartalma, a megegyezés feltételei, a mézen virágok kifizeti, a stb. Stb. Szia! Szia! Hogy megy a kiszállítás? Viszik, mint a cukrot. Legalább ennyi jó hírünk van. Még van időnk a versenyig, szóval... majd meglátjuk. Hívott a főnököm. Valami dizájnválságban, amiben a karrierem a tét. 3 nap múlva vissza kell mennem. 3 nap? Lemaradsz a fesztivál zsűriről. Nézd, Tom, ez mindig is átmeneti volt. A fő, hogy segítsek a szüleimnek. Mindig vissza akartam menni elébe. A te életed itt van. A virágokkal és Violettel is. Te azt hiszed, hogy Violett meg én, hogy mi ketten... Hát ő így gondolja. Nos, gondolhat bármit, az még nem válik valóra. 2 randi. A második kicsi karva. A munkahelyi telefonhívások. Rob nem csupán a munkatársam, én amúgy is vele vagyok. Kissé haboztál közben, mint aki nem is biztos benne. Nem, ez nem igaz. De szerintem igen. Nem, ez nem igaz, nem is volt habozás. Együtt vagyok vele. Látod, kimondtam, nem tétovázom. Oké, nem kell megismételned. Ez a Frigy... az égben köttetett. Sosem mondtam, hogy ez a Frigy az égben köttetett. Nézd, Rob, ő egy nagyon rendes pasi. Igen. Úgy értem, igazán kedvelem őt.
Abszolút, de semmi gond Robbal. Oké. Okay. Akkor biztos izgatottan várod, hogy hazaérj. Igen. Mázlis, Rob. Holnap találkozunk. Aliho. Szia, szívem! Szia! Hol van apa? Odafönn pihen. Ó, oh. Az mi? Apád gyógyszere. Sose vesz be aspirint. Én megkértem, hogy mondja el, de ő nem akarta, hogy aggódj. Magas a vérnyomása. Mi? Soha nem vallaná be, de köze van az eséshez. A farm vezetése... Fiatalon is elég nehéz volt, de most, mikor ennyi a probléma, nem tudom, de lehet, hogy ez sok nekünk. Láttam Violet Mason ajánlatát. Eladjátok a földeket? Még nem mondtunk nemet. De mit fogtok tenni? Tudtuk, hogy egy része odavész. Ez nem csak egy része. De van, amelyik jól reagál rá. De lesz rá elég idő. Már előrébb tartunk, mint egyébként, hála neked. Apa... És nem akarom ezt a te nyakadba varni. Tudom, hogy nem ez az, amit kezdenél az életeddel, és el is fogadom, csak el akarom mondani, hogy mennyire hálás vagyok, hogy segítesz, amikor kell. Nem akarom, hogy miattam. Adjátok el a farmot. Rózi, miattad kaptunk egy esélyt, hogy megtartsuk. Meg akarjátok? Ezt hogy érted? Tudok Violet ajánlatáról. Úgy tűnik, hogy anya eladná. Anyád az én gondomat akarja viselni. Ez a farm már hosszú ideje a családé. Nem akarok megválni tőle. Egyébként csak egy kéne. Csak egy kellene. Nos, akkor kivételesen megfogadom mindenki jó tanácsát, és egy kis időre lepihenek. Jól hangzik. Te két végén égeted a gyertyát. Jó lenne, ha egy kicsit kikapcsolódnál. Bárki tudnék, de... Még rengeteg dolgom van a lakberendezéssel. Mi büszkék vagyunk rád, Rózi. Köszi, apa. És ha esetleg meggondolod magad, még van az a mulatság, amit annak idején szerettél. Vigyázz! Mondd, hogy nem igaz. Mondd ki, hogy nem teszel mindent kockára egy olyan ember vad ötlete miatt, aki évek óta kívülről lesi a szakmát. Mondjuk, hogy az ösztöneimben bízom. És mit súg az ösztön? Mit fogok mondani, ha munkát keresel? Bármilyet? Honnan tudsz te ilyen sokat arról, hogy mi zajlik a Newell Farmon? Talán bízom az ösztöneimben. Vagy csak van egy belső forrásod, a neve Billy Chambers. Ez csak üzlet, Tom. Üzlet. Azért, hogy a bizottság a te tulipánodat hozza ki nyertesnek? Tudod a számomat, Tom. Azt javaslom, hívd fel.
csoda! Rose, szia! Jó ideje már, hogy láttalak a mágiánál. Igen, pedig ez csodálatos. Nem tudtam, hogy még megtartják. Ha nem tört el, nem javítjuk. Láttam őt arrafelé menni. Elében, ha a csillagot akarsz látni, rá kell keresned az interneten. Itt meg felnézel. De elmentél. Azért, mert elvárták, hogy maradjak. Ki várta el? Főleg az apám. Kaptam egy ajándékot, ahogy ő mondja. Születésemtől engem illet. Azt hitte, hogy én veszem át tőle a farmot, ahogy ő a szüleitől. Akár akarom, akár nem. De te nem akartad. Ez nem ilyen egyszerű. Mielőtt még elmentem az egyetemre, az egész életemet a farmon töltöttem. Szóval a gondolat, hogy életem végéig a kijelölt pályán kell haladnom, az... Valami mást is látni akartam. Így került képbe a lakberendezés? Tudom, hogy ez épp a szöges ellentéte annak, amit addig csináltam. A szobatársam azt tanulta is, mindig csodálatos alkotásokkal tért haza. Ráadásul soha nem piszkolta be a kezét. Szóval, megnéztem pár órát. És Frank mit mondott? Akkor szabadult el a pokol, amikor ebből szereztem diplomát, és nem kertművelésből. Szóval ezért nem jöttél mindeddig vissza. Igen, az iskola után kaptam egy állásajánlatot a Caroline Designtól. És Los Angelesben élem az életemet. Attól fogva. De visszajöttél, amikor a szüleid rászorultak, és ez fontos az apádnak. Lehet, hogy esetleg gyakrabban is jöhetnél. Talán. Talán. Jobb lesz, ha indulok. Lydia, megnézed a déli oldalt, ha itt végeztél? Okvetlenül. Kösz. Sokkal jobban néznek ki, szívem. De nem állnak készen. Még van rá esélyük, és épp ez lenne a lényege. Hogy még van rá néhány napunk. Há, nézd csak meg ezt. Majdnem kinyílt a bimbó. Kell lennie még valaminek, amit nem vettem észre. Nézd csak meg őket. Már csak kicsi kell. Rózi, te mindent elkövettél. Nem lehetnék büszkébb. Most már nem kell semmi más. Csak higgy benne. Csak egy kéne. Tulipán Fesztivál.
Csak öntözze, óvja a közvetlen naptól, nem lesz baja. Bármi érdekes? Mind ugyanazt írja, és mindet megpróbáltam. Fél éjjel bújtam az internetet, de semmi. Egész életedben virágok közt éltél, mindent tudsz róluk. Ennyi éven át azt hallottam, hogy a kis ujjamban van. Hazajövök, és amikor szükséges volna, így cserben hagyom őket. Rose, olyat te soha nem tennél. Jobb lesz, ha fel kell vennem. Szia, Rob, minden oké? Okay? Te mondd meg. Több üzenetet is hagytam, de hiába. Én tovább küldtem mindet a kivitelezőknek, és minden a terv szerint halad a Tannenhill ház ügyében. Tudom, láttam. Oké, okay, majd este küldj egy e-mailt, és mutasd, mit kell intézni. És otthon lerendezem. Igazából csak beszélni akartam veled. Ó. Oh. Hogy vannak a tulipánok? Jól. Nos, hát talán majd kiderül. És két nap múlva jössz? Igen. Már alig várom. Hiányzol. Te is nekem. Nos, akkor itt. Okvetlenül. Oh. Csúszod épp. Hm? Ezt vedd be. Most itt be a szer. Ez viccnek is rossz. Holnap lesz a nagy nap. Bármi történik. Holnap egy nagyobb döntést kell hoznunk. Azt majd a maga idején megtesszük. Szia! Nos, most válik el. Jól van. Itt a pillanat. Szép volt. Ez még nem győzelem. Láttad, milyen boldogok voltak a szüleid? Ez nem menti meg a farmot, Tom. Mikor az üzletág gyengül, és Violet a torkunkat is elvágná. Mennyi idő még el kell adniuk a farmot? És a városba költözniük egy lakásba? Apa egy aprócska kertben sertepertél. Tulipánhagymákat véve. Egy áruházban. Legalább rám figyelhetnél. Persze, azt hittem, persze, azért figyelek, vagy de az a... Az meg mi?
Gyönyörű. Soha nem láttam ilyen színét. Tökéletes. A te érdemed? A mi érdemünk. Jól van. A szabályok szerint még ma be kell mutatnunk a zsűrinek. Az összes virág náluk marad, míg a fesztivál napján bejelentik ki győzött. És a virágtársaság? Ők ott helyben hoznak ítéletet. Majd akkor születik döntés, hogy... Várj csak, Frank. Minden új hibridnek kell egy név. Mi legyen ez a szépségé? Egy tulipán Rose-nak. Nagyon helyes. Innentől nektek kell átvenneteket. Várj, várj! Csináljunk szelfit. Lydia, mindenki ide! Mehet? Mondjuk, hogy tulipán! Tulipán! Köszönöm az összes segítséget. Nélküled nem boldogultunk volna. Szívesen tettem. Szóval én a reggeli géppel megyek. Azt hiszem, hogy előtte már nem találkozunk. Szóval ez a búcsú. Minden jót, Tom. Hé. Te is érzed. És nem csak én. Mondd, hogy nem érzed, és többé nem szólok egy szót sem. Megfordulok és elballagok. És azzal kész. Haza kell mennem. Rose. Te már itthon vagy. A többi rajtad áll. Üdv itthon. Rob! Kerestelek. Nem tegnap repültél haza? De igen, csak hogy nekem sok dolgom volt a tennen Hillházzal, így hát a reptérről nyomban hazamentem, aztán egész délután dolgoztam, és este is, és... Nem, ez érthető. Úgy hallom, ma jönnek meg. Igen. Örülök, hogy itt vagy. Kösz. Én is. Nem vacsorázunk ma együtt? Mesélhetnél? Igen, persze, az jó. Rose? Szia, Caroline, hogy vagy? Szedd a holmét, most velem jössz, menjünk. Miért? Hova kell? Gyorsan, Rose. Közöltem veled, milyen fontos nekem ez a projekt személy szerint, ugye, Rose? Igen, így van. És azt, hogy nem fogom tudni elfogadni, csak ha Tannenhillék teljesen elégedettek vele. A Caroline, én... Arra is figyelmeztettelek, mi lesz, ha bármit elrontasz. Főleg miután úgy döntöttél, hogy lemész a tulipánokhoz. Igen, te szóltál. Nos... Gratulálok. Sikerült. Hogy mi? Nem hittem, hogy lehetséges. Bejártam az egész házat, minden kis zugát. És sehol sem leltem hibát. Tannenhillék oda lesznek. Tényleg? Úristen, úristen! Köszi! Bocsi. A segítségem és az iránymutatásom nagy előnyt jelent. Hogyne. De láttam benned valamit, és az ilyesmiben sosem tévedek. Éppen ezért a következő... Megbízásodat egyedül kell teljesítened. Következő? Egy kastély a hegyek közt. A külső kilátás bűbájos. A belső nem annyira. Ha visszaírunk, majd átküldöm a részleteket. Nagyon kíváncsi vagyok az ötleteidre. Hosszú ideig nem kell tulipánokkal törődnöd. Milyen csodás napra virrattunk. Jó kedvre hangol. Csodálatos. Nagyon szépek a virágok. Hát igen, valóban. Frank, Sarah, őt felotom. Violet? Missil hozta Violet. Csak köszönni akartam, és megnézni, hogy van Frank. Jól, köszi.
Ó, ezt örömmel hallom. Biztos nehéz ezt irányítani, amikor nem tudja bejárni. Egész jól bír. És sok a segítségünk. De most, hogy Rose Los Angelesbe ment, úgy értem, ez nem könnyíti meg. Bizonyára. Erről jut eszembe. Vajon átnézte az ajánlatomat? Ami azt illeti, megtettük. Jó, akkor bemertnénk megbeszélni. Nincs rá szükség. Itt mondunk nemet. Mi? Micsoda? A feleségem arra utal, hogy méltányoljuk az ajánlatát, de még nem akarjuk eladni. Remélem, hogy ennek semmi köze ahhoz az apró félreértéshez Billyvel, mármint azt le akarom szögezni, hogy ahhoz semmi közöm. A tulipán szabotálása, nos, az ő fejéből pattant ki. Fura, hogy ezt szóba hozod. Átmentem a kertészetbe, hogy beszéljek Adával. Pont olyan időzítőket árul, mint amilyeneket mi találtunk a melegházban. Valóban? Aha. És ami a vicces benne, hogy az elmúlt hónapban mindössze egy olyat adott el. De feltehetően ezt már úgy is tudod, mivel te vetted meg. Szóval, még ha a maguk virága is lesz a nyerő, az nem biztosíték, hogy az üzlet nem megy csődbe. Mindent elbukhatnak. Talán igaza van, Violet, de inkább adunk egy csanszot a lányunknak, mint hogy eladjuk. Jól van, ha így akarják. Ó, mondanom sem kell, az állás ajánlatomnak befellegzett. Mondanod se kell, de te mégis kimondtad. Viszlát? Talán nem tetszik, de egy dolgot jól lát. Valamit muszáj kezdeni az üzlettel. Segítek, amiben tudok. Köszönjük, Tom. Rose! Szia! Szia! Gratulálok, hogy megvan a főnyeremény. Igen. Ez fantasztikus, Rose. Úgy örülök neki. Kösz. Nos, lehet ünnepelni? Tudod, hogy szerintem nagyszerű vagy. Akár csak te. De együtt nem vagyunk nagyszerűek. Tessék? És ez szerintem fontos. Mindkettőnknek. Igen. Te nagyon fontos vagy nekem, Rose. De mi a legjobbat érdemeljük, ugye? Te szakítasz velem? Te szakítasz velem! Inkább várjam ki, amíg te szakítanál. Nem! Jesszusom, nem! Ez így sokkal klasszabb. És igaz. Mindketten jobbat érdemlünk. Megtaláljuk. És megérezzük, ki az. Szóval, éhes vagy, mert én őrültem. Rose, remek. Meg tudtad nézni a kastély fotóit? Igen, meg. Siess, mert fél óra múlva lesz egy konferencia hívás. Kendelék Montanából vagy Monacóból vagy mi. Ki kell rukkolnod valamivel? Caroline, van egy... Igen? Mi az? Mondanom kell neked valamit. Ó, nem. Elcsábítottak a virágok. Szerencsés tulipánok. Tulipán Fesztivál. Üdv mindenki!
mindenkinek! Köszöntöm Önöket a Völgy 33. Tulipán Fesztiválján! Ne feledjék, érdemes itt maradniuk, mert délután bejelentjük, ki az idei virágverseny győztese! Mit mondottam, mikor érkezik meg a bizottság? Csak ebéd után, és akkor lesz majd döntés. Biztosan készen állsz erre? Hm? A világért ki nem hagynám. Ki lehet az? Mindenki a fesztiválon van. Ki van ott, Sara? Szia, apa! Rózi! De én ezt most nem értem. Mindenkinek azt hajtogattam, hogy haza kell mennem. És azt hittem Los Angelesbe, de... De mióta odaértem, csak is erre a farmra tudtam gondolni. És rátok. És hogy milyen érzés, ha itt vagyok. És... Mennyire hiányzik? Mi lesz a munkáddal? Az pompás volt. Igazán, de... Én nem tartozom oda. Mert itt a helyem. Biztos. Nem tudom, adománya vagy sem. Csak annyit tudok, hogy virágokat termeszteni, ez az, amit szeretek csinálni, és... Sehol sem voltam olyan boldog, mint köztetek, és megtartanám a családnak a New Hell Farmot, ha úgy akarjátok. Nem is tudok szóhoz jutni. Én igen. Mikor kezdesz? Mit szóltok, ha muriznánk? Úgy hallom, fesztivál van. Ráadásul egy iszonyú fontos virágverseny. Parancsoljon! Megelőztél! Hogy érzed magad, Frank? Ajaj, hogy sajog! Mi a baj, szépen? Nem tudom, talán jobb, ha egy percre leülök, pihennem kell. Gyere, apa, segítek! Semmi gond, nincs semmi gond. Majd én vigyázok rá, te menj előre. Biztos? Menj csak, Rose. Találkozunk a zsűri asztalánál. Jó, de csak ha biztos. Igen, biztos, biztos, menj! Hello. Hello. Jó napot. Köszönöm, hogy eljöttek ide. Tom. Hol vagytok, srácok? Gyerekek? Örülök. Erre van. Jöjjenek. Nem maradtok a Te meg hogy kerülsz ide? Visszajöttem. Azt én is látom. De miért nem vagy Los Angelesben? Mert más a foglalkozásom. Ó, és mi lenne az? Az, amit szeretek, ott, ahol szeretek. Azzal, akit szeretek. Ez jó tervnek tűnik. Hölgyeim és uraim, hadd kérjem egy kis figyelmüket. Megvan a zsűri döntése. Az idei völgyvirágverseny győztese nem más, mint... A New Hell Farm. Az új hibridjükkel, a rúz tulipánjával.
Jöjjön, Frank! Szép. Hadd gratulálok! Köszönöm szépen! Jöjjön, öregem, jöjjön ide! Gyere, Frank! Gratulálok! Önnek is! Úgy tűnik, hogy te tényleg erre a munkára születtél. Ez egy adomány. Remélem, ez elég lesz, mert csőstül jönnek a megrendelések. Nos, de vagy az ügynök. Kevőre mindet teljesítjük. Persze. Nálunk van, Rózi! Megjött! A virágverseny győztese Róz tulipánja. Magyar hangok. Gyöngy Zsuzsa, Varga Gábor, Pál Tamás, Bence Ilona, Hámori Eszter, Tarján Péter, Péter Rihárd, Mózer Károly, Pap Kati, Zsurs Kati. Magyar szöveg Szojka László. Hangmérnök és vágó Schmidt Zoltán. Gyártásvezető Vígvári Ágnes. Szinkronrendező Zentai Mária. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Jávor Barbara.